Termete magas, arca nemes. 175 éve tárták fel harmadik Nagy Béla király sírját Székesfehérvárot címmel szervezett tudományos konferenciát a Siklósi Gyula Intézet, amely a Székesfehérvári Kutatóközpont utolsó tanácskozása volt az idei évben. A konferencia célja az emlékezés volt, és az, hogy megismertessék a fehérváriakkal a feltárás hátterét, mondta el Kulcsár Mihály, a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont igazgatója. Azt gondolom, hogy minden fehérvárit érdekel a városa története, a mi történetünk Fehérvár története pedig azért meglehetősen egyedülállónak mondható a magyar városok története között. Ugye sehol nem temettek el annyi uralkodót, mint nálunk, sehol nem koronáztak annyi uralkodót, mint nálunk, és hát közülük az egyik volt harmadik Béla király, aki egyébként eleddig az egyetlen olyan uralkodó, akinek a érintetlen temetkezését régész tárta fel. A konferenciát Cserpalkovics András nyitotta meg, aki fontosnak tartja, hogy a város életéhez tartozó tudományos történésekről a székesfehérváriak is információhoz jussanak, legyen az most vagy a régmúltban. Egy város életében nagyon fontos a tudományos élete is, és azoknak a tudományos eredményeknek a gondozása, ápolása, amelyeket Fehérvárhoz kötődően értek el. Különösen igaz ez, hogyha ez valamilyen történelmi személyiséghez vagy történelmi eseményhez kötődő tudományos felfedezés. Ebben az esetben most ez a konferencia, amit a Siklósi Gyuláról elnevezett intézményünk szerveze, erről szól. Egy Fehérvárhoz kötődő történelmi személyiséghez kapcsolódó régészeti kutatás eredménye az, amire ma itt emlékeznek a szakemberek és azok az érdeklődők, akik eljöttek ma ide. Az eseményen résztvevők az 1848-as sírfeltárások történetéről és korabeli vízhangjáról, a székesfehérvári királysír régészeti leleteiről, a személyazonosításról régi és új tudományok tükrébe, illetve harmadik Béla és Anna plasztikus arcrekonstrukciójáról hallhattak előadásokat.